I think also this is a difficult match. Nagyon nehéz meccsre készülünk, mindig más típusúak a találkozóink, ha más pályán és stadionban kell játszanunk. A haladásnak minden pontért harcolnia kell, hiszen benne akar maradni az NB1-ben. Fontos, hogy a győztes derbi ünneplése után teljes mértékben koncentráljunk a mostani feladatra. Ősszel is kemény találkozót játszottunk a Halival, mindenki pontosan tudja, hogy most más kell mutatni. Last year was also a really, really hard game and everybody know what's happened there. It's always difficult because nem könnyű olyan csapata ellen pályára lépni, amely a legutóbbi fordulóban 7 gólt is kapott. Biztos, hogy nagyon mérgesek magukra, és tudják, hogy sokkal jobb futballt kell nyújtaniuk. A lényeg, hogy a saját játékunkat játsszuk, és csak magunkkal foglalkozzunk, jó mentalitással küzdjünk. Már pénteken útnak indulunk, így szombaton ráhangolódhatunk az összecsapásra. Keményen dolgoztunk a héten, nem tehetjük meg, hogy 20-30%-kal kevesebbet adjunk ki magunkból, mint eddig. To lose 20-30%. My important is always, nagyon oda kell figyelnünk a kontrákra, nem kaphatunk gólt. Ha idegenben játszol, fontos, hogy az első lehetőségedet azonnal kihasználd. Hiszen sokan nagyon mélyen védekeznek ellenünk, ezért kevesebb helyzetet tudunk kidolgozni. A teljes koncentráció alatt nem csak azt értem, hogy az egy az egy elleni szituációkat jól oldjuk meg, hanem azt is, hogy a kapuhoz közeli helyzetekből minél több gólt szerezzünk. And we can score. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adót 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.